kriptovaluták még nem igazán elterjedtek, ám hozzáértők szerint ezek lehetnek majd a jövő fizetőeszközei. Volt egy időszak, amikor főleg arról ismertük a kriptopénzeket, hogy fiatal tinédzserek a nagymamáiktól kaptak 20 dollárt, vettek belőle bitcoin, és aztán két év múlva vettek maguknak 3 Ferrarit. Valóban voltak ilyen történetek is, de alapvetően ez az időszak már sajnos mögöttünk van. Most már azért, hogy az elmúlt hónapokat nézzük, inkább lefele megy a kriptopénzeknek az árfolyama, mint fölfele. És hát nyilván egyébként előtte is lehetett azt tudni, hogy ennek nagyon-nagyon magas áremelkedése van, annak azért a másik oldalon is elképzelhető, hogy a dolgok, hogyha nem pozitívan, nem kedvezően alakulnak, akkor veszteség lesz majd ezekből a befektetésekből. Ezek roppant kockázatos befektetések, ez az egyik, ami fontos szerintem. A másik pedig az, hogy bár valóban kriptopénzeknek hívjuk őket, de azért ezek nem igazi pénzek, nagyon sok szempontból azért távol állnak a hagyományos pénzektől, alapvetően egyébként elsősorban pontosan a kockázat miatt. Ugye pontosan azért, mert hogyha megtakarítunk pénzt, akkor nem biztos az, hogy az a vagyon az holnap is a rendelkezésünkre áll. Tehát én nem ajánlom senkinek, hogy ilyeneket vásároljon, főleg úgy nem, hogy nem ássa magát bele a témába. Vannak egyébként érdekes kezdeményezések a világban, de azért azt tudni kell, hogy a többség, vagy sokkal több olyan kezdeményezés van, amely nem, hogy nem érdekes, nem, hogy nem hasznos, hanem kifejezetten átverésre alapul. Eleve azért hozták létre, hogy mit sem sejtő befektetőktől elvegyék a megtakarításukat. Tehát ilyen szempontból nagyon óvatosnak kell lenni, és nagyon meg kell nézni azt, hogy az ember, hogyha ebben a világgal szeretne foglalkozni, mert egy nagyon érdekes világ egyébként, akkor azért jól meg kell nézni azt, hogy mi az, amit az ember vásárol. Napjainkban már több mint 10 000 fizetésre használt kriptopénz működik, melyek közül mindegyik más értékkel rendelkezik. De vajon mitől függ az árfolyamuk? Ez egy remek kérdés, és alapvetően ezt senki nem tudja. Ugye mondhatnánk most a klasszikus közgazdász aranyszabályt, hogy kereslettől meg kínálattól, és ez nyilván persze alapvetően igaz, de senkinek nem segít, hogy megértse azt, hogy holnap mi fog történni az árával az adott kriptopénznek, és ez az igazán érdekes kérdés. Ami egyébként úgy látszik, hogy mozgatja mégiscsak őket, de azért nehéz ezeket megbecsülni, megfogni, az egyik az, hogy milyen úgynevezett hype-ja, tehát milyen népszerűsítése van ezeknek a kriptopénzeknek, melyik az, amiről éppen sokan beszélnek, sok TikTok videó készül róluk, és közszájon forog az adott kriptopénz, ezeknek általában növekszik az értéke. A másik, ami fontos egyébként, az pedig jelen pillanatban különösen érdekes egyébként ez, az a kamatkörnyezet. Tehát azt látjuk, hogy amikor a kamatok emelkednek, és most Magyarországon is látjuk ezt, az egész világban most ezt tapasztaljuk, az infláció növekedése miatt a kamatok is emelkednek. Mikor növekednek a kamatok, az általában nem segíti az alternatív befektetéseknek az értékét, hiszen ugye, ha jó a kamatláb, akkor az ember szívesebben rakja be a pénzét fix kamatozású megtakarításukba, és ilyenkor általában mást meg el szoktak adni, tehát az ára a más típusú befektetéseknek az nem szokott emelkedni, inkább csökkenni szokott. És ezt látjuk egyébként a kriptopénzeknél is, hogy amióta ez a kamatemelési ciklus elindult fölfelé, amióta a kamatok azok emelkednek, azóta azért a kriptopénzeknek az árfolyam az inkább szenved, mint emelkedne. Kétféleképpen juthatunk elektronikus valutához. Vagy vásárlás során, vagy bányászattal. Alapvetően ugye a bányászat elvileg demokratikus, bárki bányászhat, bitcoint legalábbis igen, most már Ethereumot azt nem feltétlenül, de bitcoint azt mindenképpen, meg rengeteg más kriptopénzt is. Azért azt hozzá kell tenni, hogy ezeket nagyon-nagyon erős gépekkel próbálják kibányászni. Tehát ha valakinek a laptopja, arra gondolt, hogy a laptopjára letölt egy programot, és majd a laptopján fog bitcoin bányászni, megteheti egyébként, van egy minimális esélye rá, de körülbelül annyi esélye van erre, mint hogy a következő 3000 milliárd évben valamikor történni fog egy pillanatban valami. Tehát icipici esély van arra, hogy valaki ezt a lottóötös gyakorlatilag kihúzza. Ugye azért mondom lottóötös, nem a bitcoinnál, aki most jelen pillanatban ki tudja bányászni a következő blokkot, 10 percenként keletkezik egy blokk, aki ki tudja ezt bányászni, ő 6,25 bitcoint kap ezért. Ez a mostani árfolyamok mellett ez több mint 100 000 dollár. Azért 10 perc alatt 100 000 dollár keresni az nem egy rossz órabér, tehát mindenképpen vonzó, mindenképpen kecsegtető, viszont azért azt is hozzá kell tennünk, hogy ez olyan körülbelül, mintha egy futóversenyen indulnák, ahol egyébként Maseratik is indulnak a versenyben, nem túl nagy az esélyünk, hogyha nem egy brutál erős géppel veszünk ebben a versenyben részt. Nem tudom, hogy az esély annak, hogy mi leszünk majd a befutók. Egy icipici mindig van, de azért inkább a nagyok szokták ezeket a kibányászott bitcoinokat
megkapni. A másik fele az a vásárlás, az igazából mindenkinek van erre lehetőség. Rengeteg platform, rengeteg lehetőség van, ahol ezt megtehetjük, de azért, ahogy erre utaltam, mindenképpen óvatosan tegyük ezt meg, hiszen azért a kriptopénzeknél a múltban is láthattuk azt, hogy bármikor előfordulhat, hogy valaki akár az egész befektető összegét elbukja. Nyilván nem a nagyoknál általában ez kevésbé szokott előfordulni, de azért voltak nagyoknál is egyébként ilyen sztorik sajnos, de a kisebbeknél azért elég komoly esély van annak, hogy valaki megveszi ma, és holnap akár fele annyit, vagy még annyit se ér a befektetése.